Az 50 plusz nyugdíjas Expo nevet viselő budapesti turisztikai kiállításon népszerűsítette a várost a Várfürdő, az RK Hotel, az Idegenforgalmi Egyesület és a Turisztikai Kft. Utóbbi tavaly is részt vett az idén november 25-26-án megrendezett eseményen. Azok az egyesületi tagok, akik éltek a lehetőséggel és odaadták a szórólapjaikat, így módon eljuthattak a közönséghez. A Gyulai stand a színpad előtt helyezkedett el frekventált helyen. Az Expón a város gasztronómiai kínálatát is bemutatták a több mint 10 000 látogatónak. Nyereményjátékkal is készültünk. Az idősek nagyon aktívak voltak, úgyhogy az összes szelvényt, amit elvittünk, azt mindet ki is töltötték, úgyhogy jövőre még intenzívebben lehet erre készülni. A nyereményjáték az azért is fontos, mert ugye e-mail címet is tudunk belőle nyerni a hírleveleinkhez, másrészt pedig egy-egy kérdést is fel tudunk tenni arra vonatkozóan, hogy megismerjük kicsit jobban az utazási szokásaikat. A gyulaiak a rendezvény színpadán is népszerűsítették a várost. Az első napon a fürdő mutatkozott be. A gyulai várfürdő évtizedekre visszamenőleg számít egy előkelő gyógyfürdőnek. Tehát a célcsoportunk a nyugdíjasok, illetve az ő megszólításuk nagyon fontos számunkra, hogy tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak arra, hogy ne csak gyógyszeres kezeléssel, hanem egy természetes gyógymóddal is tudjanak gyógyulni. És nagyon érdeklődőek voltak, nagyon fogékonyak voltak, kerestek minket a standon. A Turisztikai Kft. A rendezvényen több nyugdíjas szervezetet is felkeresett, és egyeztettek azzal kapcsolatban, hogyan lehet velük együttműködni a jövőben.